Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a 7 Days to Die Alpha 15.2 századik epizódja. Ó, oh, és egy sikoltót hallok. Halló? Hol vagy? Oké, okay, ez úgy látszik, hogy nem tudod sikoltani még, hál' Istennek. Hajnal van, és terveztem egy kis kereskedő körutat. Ugye legutoljára meglátogattuk azt hiszem Joelt. Itt voltunk utoljára. Úgyhogy most a másik két kereskedő van a soron. Ó. Oh. What? Hát ő talán mégis tudott csikoltani. Hát ez kellemetlen. Úgyhogy most a másik két kereskedőt fogom meglátogatni, és elviszem hozzá a portékáimat, ugyanis van egy csomó, de ténylegesen csomó fölösleges fegyverem. Úgyhogy ez lesz, valószínűleg meg fogom vágni az utat, hogy ne legyen ebből probléma. Elkészült közben lőszer. Apropó, egyébként idehaza csináltam egy csomó mindent, és két napot azzal töltöttem, ha láthatjátok, ez már a 90. nap, és holnap éjszaka jön egy horda. Tehát az elmúlt két napot azzal töltöttem, hogy kraftoljak befelé, kraftoljak kifelé, és elkészítsek mindenféle dolgokat, amire eddig nem volt időm. A motort is egy kicsit rendbe szedtem, föltuningoltam mindent, amit csak lehetőségem volt. A széket és a handlebart azért nem tudtam, mert már nem volt elég ragasztószalagom, úgyhogy mostantól szedjük a zombiknak a csontjait is. De előtte elvisszük a cuccainkat a kereskedőhöz. Ezekre szerintem nem is lesz szükség. Úgyhogy leteszem a fölösleges dolgokat, és magamhoz veszem azokat, amitől szeretnénk megszabadulni. Egyébként csak és kizárólag Builder Farm volt az elmúlt két nap, úgyhogy sok mindenről nem maradtatok le. És ezért is nem akartam fölvenni, mert mondtátok, hogy az uncsi, úgyhogy azt úgy gondoltam, hogy ezúttal kihagyom. Jó. Ebből is lassan már készíthetnék antibiotikumot, hogy legyen még mit eladni. Ez az egy gyémánt egyébként egy fatönkbe volt. Úgyhogy azért színjel itt az inventorimban. Itt szerintem semmi nincs, amitől szeretném megszabadulni. Na gyerünk! Azt mondja, hogy fegyverek. Ti mind velem jöttök. Ő marad. És velem jön. Nagy vonalakban ennyi. Meg a pénzt is visszük, hát ha találunk macsetét. Egyébként, ja, ez a kerítése volt még itt lent a legutóbb. Egyelőre csak ennyit csináltam. Úgyhogy tényleg nem maradtatok le. Ja, és igen, az alapanyag, ami ugye összegyűlt az elmúlt idők alatt. Na, de hát akkor indulok is. Kívánjátok szerencsét, igyekszünk majd, próbálunk sietni és időben odaérni. Úgyhogy hajrá, hajrá. Na, ezt viszonylag gyorsan megjártuk. Már itt is vagyunk az első kereskedőnél, ugye a sivatagban. Ó! És itt egy airdrop a közelben, úgyhogy még mielőtt kinyit, mert még mivel zárva van, ugye nincsen 6 óra, azért gyorsan meg tudjuk nézni ezt is. Nem is emlékszem rá, hogy kihagytam volna. Mondjuk a játék eleje felé még kihagytam sok-sok airdropot, de úgy látszik, hogy ez az egyik azok közül. Ezt még gyorsan van időnk felszedni. Mivel most úgyis csak két kereskedőt fogunk meglátogatni, azért még éppen időben haza fogunk érni ahhoz, hogy még másra is legyen elegendő idő. Oh my god, ez messze van, mint gondoltam. Ah! Wow. Oké. Glue. Hát pont erre van szükségem nekem. És egyébként tényleg, mert most rengeteg ragasztószalagra lenne szükségem. Hogy nem is tétovázunk felszedni a zombit. Csontos túl minden estül természetesen most. Amúgy egy tippet, hogyha megfogadtok, hogyha Builder Farmra mentek, tehát ti is Buildert akartok farmolni, én ajánlom nektek sok szeretettel a havastájat. Egyrészt azért, mert szénből nekem valahogy mindig több volt, mint... Ó, anyám. Mint nitrátból, és ugye a havastájon elég sok nitrát kupac van, amit útközben föl lehet... Ez a
Striptease bar? Yep, booby trap. És ha már itt van egy táska, akkor megnézzük ezt is. Ne? Itt is ne. Ugye ott több ilyen nitrát kupacot is tudtok találni, ami így még jól jöhet. Másrészt elég sűrűn vannak a builderek. Ha megnézitek itt a sivatagos tájon, vagy a zöld erdős tájon, annyira nincsenek sűrűn, de a havason egymást hegyén hátán érik egymást a builderek, tehát még csak nem is kell olyan sokat motorozni. Volt, hogy néhány méterekre mentem csak egymástól, az előző pozíciómtól, és már is találtam egy újabb, nagyobb kupac buildert. Anyám, milyen messze van? Azt hittem, kicsit közelebb lesz. Shit! Hol van ez? Azt hittem, itt lesz a hegyen. Tévedtem. Én most már elindultam, felszerem. Ó. Látjátok, rengeteg builder van egymás kupacon. Egy kupacon. Tudok beszélni, sorry. Ó, nem már. Lent van? Ó, bazd meg. Ez komoly. Jó, mindegy. Ó, már itt van a város mellett. Jeez. Mindegy, most már eljöttünk. Felszedjük. Ó, itt egy water tower. És ami még pluszba jó, amiből rengeteget felszedtem még a két napos builder farm alatt, az a fatönk. Rengeteg lootot találtam. Természetesen macsetét nem, tehát nem is vártam mást. Jesus Christ the fucking mess, szóval remélem megéri felszedni. Tényleg itt kell lennie valahol, közelben nagyon mozog a kis ikon. Mindig nem látom. Ott van. Azt hittem megint bevagolt. Ah, fuck you. Ah. Jó. Ráadásul fölösleges is volt. Szuper! És ott hagytam a kereskedőt. Nagyszerű. Szóval egy szó mint száz, a havas területen érdemes builder farmon, mert nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz, plusz nitrátot is tudtok szerezni, plusz rengeteg fatönk van, ami lootolható, és egészen jó cuccokat lehet kapni. Majd ha hazértünk, akkor megmutatom, hogy milyen ruhákat találtam benne. Többek közt lilává tudtam fejleszteni a fekete baseball sapkámat, meg még néhány cuccot, amit alapból csak zölddel vagy kékkel rendelkeztem, most sikerült felfejlesztenem lilára. Úgyhogy, ja, és sok más egyéb hasznos dolgot is találtam a fatönkökben, rengeteg majdnem egy egész tech hüvelyt összeszedtem csak a fatönkökből, és ugye, hát havastájon találkoztam eddig a legtöbb fatönkkel. Plusz egészen könnyen észrevehetők a hátizsákok, mert valahol nem havazódik be a teteje. Nem tudom, hogy ez most bug vagy feature, nem tudom igazából eldönteni, de sokkal könnyebben észrevehetők a havon felejtett táskák, mint a fűben, vagy a sivatagos száraz kórós ajnövényzeten megbúvó táskák, úgyhogy ja, abszolút ajánlom a havasítájon a builder farmot. És egy kis bónusz, hogyha esetleg még a játék elején vagytok és nem rendelkeztek esetleg annyi féle fajta ruhával, plusz meleg kajával, meg ilyesmivel, meleg ruhát én úgy vettem észre, hogy többet lehet találni, mint hűsítő, hűtő ruhát, póló, trikót, stb. És ha mégsem így van és nem találtok eleget, akkor ha elmentek ugye a havastájra és ott hát jóformán fáztok, de ha folyamatosan mozogtok ugye a karakterrel meg csákányoztok, akkor nem hűltök ki olyan gyorsan, úgyhogy akár még ez is jelenthet egy kis pozitívumot annak az irányába, hogy a havastájon farmoljatok. Na, most már nem nyomom ki a videót, mert visszaértünk, de próbáltam volna megvágni ezt is egy kicsit. Próbálok időt spórolni, mert ma egy kicsit többet tudok a videózásra fordítani, mint általában. De még az is lehet, hogy két napi meló belefér egy napba. Egy videóba. Na de hajrá, visszaértünk a kereskedőnkhöz. Kicsit recegve, ficegve, de itt vagyunk ugyan. Nem tudom most megint miért van ilyen kevés FPS számom. Nem állítottam át semmit, nem változtattam semmit, és mégis. Úgyhogy nem ilyen az informatika rejtélye. Oké. Okay. Nagyon-nagyon remélem, hogy végre valahára tudok venni legalább egy kék macsit. Jaj, mennyi a... ezt inkább beolvasom. Jó.
halmozzuk az élvezeteket meg a tokeneket, ezt hazavisszük. Mert a sniper rifle parts az elég ritka. Ez is hunting rifle, short shotgun. Jop, veszük a mocit. Kipakoljuk szépen. Ja igen, ezt kihagytam. Megszoktam, hogy Joelhez beállok, ugye. És ugye most már jóformán mindig nálam van a workbench, hogyha esetleg valami helyszűkébe lennék. Igazatok volt teljes mértékben avval kapcsolatban, hogy érdemes ezt az egy helyet a workbenchnek feláldozni azért, hogy több hasznos dolgot is magammal tudjak vinni. Oh, fuck you, man. Nem engedte már eladni a pisztolyt. Pisztoly túlterheltség van nála. Ezt szerintem hazaviszem, mert ebből nincsen sok. Mármint magából a cső... fuck it. Várj, csak alkatrészként el lehet adni, de pisztolyként már nem. Azt magyarázza már meg nekem valaki. Szedjük szét. What? Tehát what? Ugyanannyit ér, tehát számoljunk egy kicsit. Azt mondja, hogy 2400 durván a pisztoly. Nem engedi eladni. Azt mondja... 600? Meg majdnem megint 600, 1200. Megint 600. Meg nagyjából megint 6. Ugyanott vagyok! What the fuck? Hogy? Jó, oké, srácok, ezt jó tudni. Alkatrészenként körülbelül ugyanannyira el tudjátok adni, mint hogyha egybe adnátok el. Hogyha esetleg már nem kérné. Azt még engedte, és a többit már nem. Hát ez funny. Ez funny. Akkor úgy látszik, hogy a hiánypótló alkatrészek azok, amik... amik kellenek neki. Oké. Na jó. Come back tomorrow. És akkor ugye, hogyha visz, megint helyet akartok spórolni, akkor csak megint összepattintjátok. Na jó, az érdekes. Na nézzük, mi van nála. Repair kit már most csináltam egy csomót, abból is otthon. Forged steel, szintúgy. Wow, micsoda minőségi crossbow. És egyébként meg... Forged steel. Thank you. Gold nugget. Miért kéne nekem gold nugget? Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a mechanikus, elektronikus cuccokhoz kell-e majd arany. Ugye a energia továbbítás szemszögéből. Oh, shit. Wow. Telefrúdoltuk szerencsétlen egy csomó lila alkatrészsel. Secret stash. Oh, ogre blade. De miért ilyen tré minőségű? Mindegy, megvesszük, mert ritka. Hazmat maszk. Na ebből még nincs úgy, hogy... vegyek egyet? Na, miért is ne? Egy csomó lóvő. Teli fibert is vehetnék, de csak egy van nála is, kicsit drága. És most jelenleg nincs rá szükség. Egy van? Csak... Oké, hát akkor... Ja. No machete. Of course. Na jó. Haladjunk tovább. Találkozunk a következő kereskedőnél. Na, lassan odaérünk a második kereskedőhöz. Még csak most értem be a havas területbe, de már 6 fa tönk mellett elmentem, és itt volt a 7. most jobb oldalt, úgyhogy... 8. Wow. Igazából teljesen érdemes ezeket farmolni szerintem. Hol is van a... Ja. Oké, meg vagyunk. No problem. Leo. How about I empty your pockets? A nurse challenge. Lila crossbow. Semmi megfontolandó, nem már? Glue-ból is csak egy van. Az ide. Fertilizer. Thank you. Reinforced steel, thank you. Amiből érdemes lenne bevásárolni, abból mindig gagyja a minőség. Hihetetlen. De a kajakra? Hát ezt nem értem. Na jó. Innen már más nem fog kelleni. Itt már minden A-OK. Nézzük, hogy... Jó. Ezt
Hagyjuk. Más nincs ugye a mocimban, ha minden igaz. Akkora akcentusom, hogy kilóg az ajtó. Hol van a... kiállat? Nem emlékszem, maradt a mocimban más. Nope. Oké. Okay. Secret stash nem nézt itt meg, jó van. Kérlek, kérlek szépen, egy lila, vagy legalább egy kék macsit. Nagyon szépen kérlek. No. No. Oké. Okay. Kezdek lemondani róla. Tehát elértem azt a szintet, mikor már úgy vagyok vele, hogy most már ne adjál. Eszedbe ne jusson adni. Jó, van már öcseim. Kezdek lemondani róla. Na jó. Hát irány haza akkor. Otthon találkozunk. Apropó, ugye említettem, hogy milyen sok builder van egy kupacon a havas területen, és nitrát is. Itt megálltam egy pár kupacot felszedni, hát nézzetek csak végig. Legalább 10 darab, és ez csak egyetlen egy fenség, és arra még nem is néztünk el. Úgyhogy, ja, abszolút megéri szerintem ilyen helyeken farmolni. Itt is van egy kupac nitrát, itt is még gyorsan felkapom. Igen, igazából a nitrát az, ami... most elsődlegesen kulcsfontosságú, mert hát nem most, csak úgy általánosságban, mert ugye többféle mindenhez is kell használni, és nem sokhoz jut hozzá az ember. De ezzel a kis bevágással ugye azt is meg arra a kérdésre is válaszolhatok. Ó, oh, wow, Pedro. Ne. Amit a legutóbb tettek föl nekem, már nem tudom melyik kötök volt, hogy hol található sok nitrát. Hát itt barátom. Egyből két kupac egymás mellett, és ha ezeket a buildereket mind felszered, akkor ebből is tetemesebb mennyiséghez hozzájuthatsz. Biztos, hogy nem is kellett sokáig mennem. Ugye majdnem minden havas területen vannak ilyen kisebb-nagyobb fenségok, amik egyébként tökre úgy néznek ki, mintha ez lenne a játéknak a maximum magassága, de ezt azt hiszem egyszer már említettem, hogyha végignéztek, akkor annál a hegyvonulatnál nem is igazán találtok a játékban magasabbat szerintem. És tökre olyan, mint a vonalzóval lenne meghúzva az egész, úgyhogy... ja! Azt hiszem ez a játéknak a maximum magassága, amit ezek a hegycsúcsok mutatnak. Pillanat. Oh, wow. Oké, okay, mindegy. Oh! Micsoda kis barátságos kabin itt a semmi közepén. Itt is mennyi builder van. Mert ugye a zöld területeken vannak ezek az agyagosabb részek, ezek a kis foltok, amiket még a térképen is jól meg lehet látni, ahova tanácsoltátok, hogy menjek, hogyha buildert akarok farmolni. Ugye az általában ugye azokon szoktak ezek a builderek felbukkanni. A sivatagban meg abszolút szét vannak szorva. Ott is vannak ilyen kisebb, nagyobb agyagos területek, de ott nagyon szétszórt. De itt egymás hegyén hátán. Hát gondolom ugye azért, mert a táj maga havas, a lore. Idézőjelesen a lore szerint ugye a táj magas, és ezek ilyen hegyről legurult törmelék, sziklák szerintem. Vagy valamihez hasonlót akarnak megszemélyesíteni. Egyébként most, hogy így nézem a motorom életerejét, ugye fullosan voltunk, 100%-on voltunk, és nagyon veszélyesen vezetek, hogy már most 90%-on vagyunk. Egyébként, ami még elgondolkodható, most így a sok utazás kapcsán jutott eszembe, hogy rengeteg út van ugye a játékban, és azért érdemes őket követni, mert ha követitek az utat, akkor autóroncsokat találhattok, táskákat találhattok, autógumikból rengeteget találhattok, és egy csomó szemétkupac van, amiből jobbnál jobb cuccokat tudtok kiszedni. Ti, én nem, de ti nektek valahogy sikerül. Úgyhogy, na igen, erről van szó, hogy ja, szeretek nagyon kressz szabályai szerint vezetni. És ha már itt vagyunk, akkor miért nem megyünk be lootolni? Most már úgyse sok idő maradt ebből a napból hátra. Kérdés már csak az, hogy mit látogassunk meg. Hogy érdemes-e valami egy útra ráépítkezni. Ugye állandóan bajban vagyok a sík tereppel, mert nem találok elég sík területet ahhoz, hogy normálisan tudjak építkezni. Ugye a legutóbbi megoldás volt ez a táborhely felújítása és megerősítése. Ami nem rossz. És lényegében véve meg is oldotta a problémámat. Már mint az én szemembe probléma, egyébként meg annyira nem egy nagy gál szerintem. Hogy ugye nincs elég sík terep az építkezéshez. Á, hagyjuk a lootot. A spéci épületet kerestem igazából, fegyver
fegyverboltot, hogy hát ha... Ah, keresünk meg egy fegyverboltot. Most már csak azért is keresünk meg egy fegyverboltot. Hát ha! De csak hát ha! Kapunk egy macsetét. 100 videó eltelt. Egyébként, ja, durván majdnem, igen, 90. napnál tartunk. Hát majdnem 100 nap eltelt, és egyetlen egy sárga macsetét találtam. Úgyhogy tényleg kezdem feladni. De még egy shotgun messzájára betérünk. Hát ez nem az. De a mellette lévő aztán igen. Semmi. Nem ez volt az a kis hármas kupa? Na jó, mindegy. Igazából nem tudom, hogy fegyverboltba érdemesebb keresni, vagy eszközboltba a macsetét, mert végül is fegyvernek számít. Mindegy, nézzünk be ide, ha már itt vagyunk. Úgyhogy 100 nap eltelt, és nem adott macsetét. Szörnyű. Ez a játék szörnyű. Ez egyébként 3 kupac nitrát. Pontosban 3 nitrát kupac, amit felszedtem, és már is ennyit sikerült belőle összekalapoznom, tehát egy fél stack nitrátot sikerült összecsákányoznom belőle néhány, mindössze néhány ütéssel. Elintézzük a kellemetlenkedőket. Egyébként azt tervezem, hogy a következő hordára följebb tekerem a zombie spawnt, méghozzá maximumra. Wow, ez mi? Mert, hát miért is ne? És mivel már megmutattam, hogy milyen az, amikor normál spawnon vannak a zombik. Most úgy vélem, hogy itt az idő, hogy megmutassam, milyen az, amikor maximum spawnon vannak a zombik. Hogy el tudjátok dönteni, hogy ti milyen beállításokkal szeretnétek játszani, még mielőtt eszközöljétek ezeket a beállításokat. Így feláldozom magam idézőjelben. Bár szerintem nem lesz túl nagy probléma a meglévő fegyver és lőszer mennyiséget szem előtt tartva. Úristen! Nagyon nem megy ma ez nekem. Na nézzünk akkor ide bent szét. Ugye már lootoltunk ide bent egyszer. Thank you. Thank you so much. Ez most olyan volt, mint egy simogatás a lelkemnek, ez a lila Chainsaw Blade. Ah, azért csak szeret engem ez a játék. Azért szedem föl. Oh, thank you! Jó, ugye kék kosár van csak a mocimon. És most szerettem volna eszközölni rá egy lilát, és... Látjátok, kicsit... Ez egy ilyen fricska, tehát a játék azért szeret engem, de azért megtekeri az orromat, hogy nem úgy van az Ron, én nem adom meg a lila macsetét, viszont minden mást igen. Tehát így... Oh, I love this game. I love this game. Más épületre nem is nagyon lesz időnk, mert már sötétedik lassan. Ez nem jó. Plusz. Egy csomó fölösleges dolog. Aknákkal már nem is szoktam foglalkozni, mert... nem ezt akartam, mindegy. Mert ugye egyszer használatos, zajos, rongálja körülötte lévő környezetet, úgyhogy nem igazán... Nem bíl, ez milyen drága. Nem túl drága, és ráadásul gyártani is lehet, úgyhogy fölösleges eltenni. Kis token. Kis fizetés kiegészítés a bevásárlókörút után. Nem lehet szétszedni. Ne. Hát azt hiszem egyszer már próbáltam. Mindegy, megnézzük még egyszer. Nothing. Tool and die. Ez viszont egész drága, úgyhogy ezt megtartjuk. Ah, elteszem a frémeket is, mert ugye most le kell majd lapítgatnom a farmomat. Hogy normálisan tudjak ültetni. Nem is tudom milyen clawhammer van azon, de tudok is gyártani, hogy fölösleges. De egyelőre elviszem. Van itt mindenféle frame. Scrap, mindegy, elviszük ezt is. Scrap, nem szeretem a sledgehammert, abszolút. Sokan szeretik, sokan láttam is, hogy használják, de nekem nagyon-nagyon-nagyon lassú. Pont azért szeretnénk macsetét, mert mocsok erős is, rohadt gyors. De a hammerrel nem tudok meg barátkozni. Valahogy nem az én. Nem az én muzsikám. Hey.
Ja. Oké. Okay. Oh, Jesus, de sokáig tart. Na, eresz! Köszönöm. Jó, hát ez megvan egész gyorsan. Adjunk tovább. Hát kéne nézni már egy ilyet is tüzetesebben. Mi csak egyszer-kétszer lootoltam ilyet is. Ki tudja, hát ott van a... Ó, itt egy crackbook is. Hát ugye már megvan minden könyv leszámítva a herbál antibiotikumot, úgyhogy... Ó, még egy burstiff. Van még erre időnk? Miért is ne lenne? Ugye most láthattátok a respawn mechanizmust a játékban. Hogy az előzőleg megnézett, de nem lootolt hullákat, ugye. Ha kilootoljátok másodjára, akkor újra lehet lootolni azonnal. Hát igen. Ez egy nem egy feature, azt kell, hogy mondjam. Ez egy bug. Vagy egy ki nem javított, de ismert hiba. Oh. Skip this crap. Money. Hú. Most bezeg... Mi ez? Ja, Lumberjack is. Most bezeg gyűlik a izé. Fölösleges építő cucc. Van még a mocimba hely. Egész biztos, hogy nincs. Ó, egy. Wow. Okay. Scripty scrap. Ah. Oh, shit, no! Á, basszus! Na, ezt ne csináljátok utánam. Fuck! Most kidobtunk mindent innen bentről, de jó. Ujjjjj. Miért nem engedi? Oh my god! Oké. Okay. Remélem megvan minden. Jó, nagyjából igen. nem megvan minden, jó van. Na, ilyet ne csináltok. Igen, hogyha shift-klikkeltek, akkor nem bedobálja a cuccokat, hanem kicseréli, és ugye mi benne volt, és ki akartam cserélni az üres basketre, és azért kidobott mindent a földre. Hurrá! Ah, szőkenő, ne rágózz, és beszélj egyszerre, hogy sétálj vagy. Na, mindegy. Még gyorsan átfutjuk. Szerintem van még időm elég. Thank you. Látszik, társaságunk van. Oké. Hello! Viszlát! Lesérült már a késem nagyon. What the fuck? Oké. Meg kell szerelnem otthon a kést. Mert így már nem sok hasznát vesszük, csak fele akkorát sebez. Oh, wow. Miért nem lehet Worksteve hardba izét találni? Steel upgrade-et? Hm? Találtatok már? Írjátok meg kommentben, hogyha van kedvetek, hogy találtatok-e már ebben a boltban Reinforced Steel upgrade-et? Én úgy emlékszem, hogy én még nem találtam. De a logikát követve szerintem kéne, hogy legyen ide bennem. Metal door. Oké. Okay. Egy szemszög. Ez. Az meg üres. Ez egy roaming horde szerintem itt. Ó. Oh. Iron Axe hegyek. Ó, oh, tudják, hogy itt vagyok. Csak nem tudják, hogy hol van az itt. Most nem igazán állok levelük kötekedni szerintem. Wow. És mind iron. Hm. Oh, wow. Akkor itt lecsicsülünk egy kicsit. Még elkészülnek itt a scrappeléseim.
Még nézzük, hogy kell, van-e valami fölösleges, hát a scrap plastic, meg az ilyenek, de szerintem ezt a néhány másodpercet ezt kivárom. Oké. Okay. Szóval kidobtuk a földre. Ezt is beszkreppeljük, hát egy helyünk marad. Ez is kell. Electrical parts, paper, az van, ott van egy tonna. Viszont ez a 600-as wrench, az biztos, hogy kell. Mondjuk ezt is. Jó. És az utolsó, egy darab rugó. Hello. Úgyhogy akkor ez a workstiff is ennyi volt. Meg volt? Meg volt. Nice. Na de most már tényleg húzunk haza. Oda-haza majd találkozunk. Hazaértünk, és van egy kicsi problémánk, amit mindjárt meg is mutatok. Wow! Érkeznek a glitchek. Nem tudom, hogy milyen okból kifolyólag, de mindjárt mutatok néhány érdekes dolgot. Mármint azt tudom, hogy miért mutatom meg, csak azt nem értem, hogy miért van ez. Wow! Hehehe! Hallottalak, kis macsok. Lemennek hídba. Szóval. Jó, itt még van néhány glútolni való. Glue, köszönöm szépen. Pont ez az, amire szükségem van. Az egyik. Na szóval. Ugye itt elkezdtem farigcsálni a földet, hogy itt passzoljanak a dolgok. Eltűnt. Oké. Pont erről az oldalról érkeztem egyébként motorra, mármint ahova most megyek, a másik oldalra. És ilyen nagyon furcsa... talán ez a glitch még itt van. Aha, ezt nézzétek. Wow! Ez vajon mi? És miért van itt? Eléggé idiótán néz ki, hozzá kell tennem, és fogalmam sincs, hogy miért alakult ki. Ez volt egyébként a domb maga, tehát így nézett ki a domb. És most, hogy belefaragtam, így ez eléggé bántja a szemet szerintem. És nagyon-nagyon remélem, hogy ez csak optikai glitch, és nem fizikai, mert ha ez így marad, és a zombik ezen át fognak tudni sétálni, I'm fucked up. És ez mi? What? Áttörték a betont? Oké. Lehet, hogy meg kell gondolnom, hogy szeretném-e én a hordanapot ide-haza tölteni. Wow! Mondjuk, az pedig pont föl volt már fejlesztve vasbetonnál. Az is! Kurva szádat, te már megint itt vagy? És ez most egy sikoly volt, mi? Hát eléggé annak tűnt. Basszus. What the fuck? God dang it. De örülök neked. Bírom ezt a damage outputot, hogy elsütöd a puskát és a zombik egyszerűen így elszublimálnak előled. What? A spider volt. Utálom a hangodat, utálom a kinézetedet, és utállak téged is. Tűnjél meg. Na jó. Először is. Szépen beparkírozunk. Aztán helyrehozzuk a kecót, és már is este van. Úgyhogy olyan sok mindent már nem nagyon fogok tudni csinálni. Hú, és holnap hordanap, úgyhogy nagyon-nagyon meg kell fontolnom, hogy mit is akarok, és hogy itt akarom-e tölteni ezt a bizonyos hordanapot. Na, itt tettem egy ilyen drop-off chestet. Nope. Ide tettem a drop-off chestet. A kurva szár. Hogy le tudjam pakolni a gyorsan nem kellő dolgokat. Egyelőre nem tudom, hogy hogy érzek azzal kapcsolatban, hogy itt töltsem a hordanapot. Eléggé bizonytalannak látszik a dolog. Főleg annak a tudatában, hogy ezt itt hip-hop lekapták. Tehát miért támadtak? Első kérdésem, miért támadták itt a falat, mikor nem voltam itthon? Második kérdésem, hogy a fa... Mármint elnézést, de hogy a francba kapták le ilyen gyorsan ezt a... Ezt a beton tömbiket ott. Tehát így nem is értem.
Nem hiszem, hogy megerősödtek volna a zombik. Én nem állítottam át őket. Még. Ugye a sebzésüket meg az életerőket nem is akarom, mert azt nem szeretem, mikor csak ő golyófogó szivacsok, tehát így annyit lősz belőjük, amennyit akarsz, és hiába lövött 300 fejbe sárgánál még mindig van életereje. Mert sok értelmét nem látom, de ezt már a múltkor taglaltam is. Úgyhogy wow. Hát mégiscsak szükségem lesz azokra a építőalkatrészekre, amiket felszedtünk az imént. Szerintem ennyi volt. Na de húzzunk akkor szépen haza, és szedjük. Valaki még itt röfögött. Szedjük rendbe szépen a kecót. Oké. Okay. Jó. Az igen, azt nézzétek, és ez is le van sérülve. Két, úristen, 6000-et lekoccoltak. De mint a húzat. What? Oké. Okay. Cement. Ja, hogy nincs benne. Jó. Nagyszerű. Nincs benne elég. Akkor ezt behajítjuk szépen, hogy égjen továbbra is befelé. Nézzük a holmikat, amiket szedtünk. Egy pillanat. Becsuktam én ezt az ajtót? Persze, hogy nem. Mondjuk itt nincs is lesérülve semmi. Na. Kérlek, zárulj beljebb fele. Kívülről is szeretném megvilágítani a bázis, csak attól félek, hogy a túl sok tükröződéstől tényleg aztán lecsökkent 10 alá az FPS szám, az meg már nekem nagyon képnézegető. Anyám borogas, mennyi holmi. Oké. Kezdjük a egyértelműekkel. Nincs is itthon kalapácsom? Oké. Akkor nincs is rá szükség? Miért hoztam haza? Jézus! Oké. Okay. Ebből a rebar frame-ből akkor engedelmetekkel már föl is használunk egy bizonyosabb mennyiséget. Egészen pontosan 2 blokknyit. Hogy ne kelljen olyan sok cementet elpazarolni. Hát akkor ez lesz nekünk a mi kis repair kitünk. Ez a néhány rebar frame, úgyhogy nem fogom beolvasztani, egyelőre megtartjuk. Hát ha még olyan. Ugye így nem kell, itt csak fele annyi betont kell használni, viszont fel kell használni némi fát, de hát abban van rengeteg. Abban könnyen is tudunk szerezni. Jó, ez mit tudom én. Azt se kell. Viszont. Te kell lesz. Te nem kell lesz. Készítünk némi ragasztót. Glue. 25. Fuck, kiraktam a izét. Kidobtam a fát! Szóval glue. Jó. Ennek a Chainsaw Blade-nek azért örülök. Igazán szoktam belőle illát találni. Te, barátocskám, te szépen visszamész ide tartalékba. Ugye a kereskedelmi cuccaink azok itt vannak, úgyhogy megmaradt tókenjeimet bepasszírozom. Nem mondod, hogy pontosan 3 stack? Azt hittem pontosan 3 stack maradt. Az túl pontos lett volna. Ó, és itt van még egy küldetés. Ezeket is kéne csinálgatni hordanapok estején, de... Valahogy mindig hamarabb elfelejtődök is, belelovalom magam a hordanapba, mint sem, hogy eszembe jusson aktiválni ezeket a küldetéseket. Ráadásul egy csomó vadászós van közt, ami ugye állatokat kell vadászni. Még van egy csomó lágyból. Nice. És itt is van az éjszaka. Szerint? Ezt a két kosarat összepasszintom. Pont nincs elég helyem. Fuck me. Még hogy felszedtünk nitrátot, mert akkor tudunk készíteni akkor. Na jó. Haladjunk szépen sorba. Tele inventorival nem lehet dolgozni. Így.
Ezek kellenek majd eladásra szánt termékeknek. Egész sokat. 1500-et lehet kapni? Ah, nagyjából 1500-et lehet kapni ezekért a cuccokért. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes. Meg hogyha multizik az ember, szerintem kereskedelmi alapnak sem rossz, tehát elkérhet érde sokat az ember, ha van hozzá képe. Más játékosoktól, akiknek esetleg még nincsen. Ja. Igen, az olajat is elhasználtam, hogy megint neki kell állni gyűjteni. Hát csináltam egy csomó lőszert, ugye láthattátok a legutóbb. Mi van még itt? Papír. Hát, úgy. Jó. Ó. Maradsz. Egy szem mechanical part, ezt nem is láttam. Nálam van. Ragasztó. A sem szendvicset tök fölöslegesen hoztam haza. Mármint ezt a rothattat már nem foglalkozok vele egy jó ideje. És megvan az első házmatmaszkunk. Van egy full összettünk, de még elég gázos, úgyhogy nagyon nem lovallom bele magam. Na, nézzük akkor. Eléggé lestrapáltam szerencsétlen mocit, pedig csak most lett felújítva. Majd egy 80-as. Megfelel. Maradjunk annyi, hogy a célnak megfelel. Ja, egyébként kipróbáltam, ugye mondtam, hogy szeretnék egy hordó lerakatot. Aztán rájöttem, hogy A. nem lesz bejáratom, mert ezen keresztül kéne átugrálnom, és azt nem szeretnék. B. mikor 32 darab robbanós hordót leteszek a bázisom közepére, az valahogy egészen nyugtalanító érzéssel tölti el az embert, úgyhogy inkább hagytam a dolgot elenyészni a feledés homályába. A mutatóba 3-4-et leraktam ide, de ettől függetlenül még ugyanúgy nem volt bejáratom, tehát kénytelen voltam kancellálni ezt az ötletet. Oh my god. Csomó steel reinforce. És mégse lenne elég a falra. Ironikus, nem? No, szóval. Akkor ne. Akartam csinálni némi trügyit. Kettő. Ez mind. Wow. Talán még egy kijön. Majdnem 5 perc. Úristen, de rohadt sokáig tart. Na és akkor hoztunk magunkkal egy... Hol is tettem? Úgy emlékeztem, hogy hoztam magammal egy kis ürüléket. Valahol leraktam. Na, itt van. Ja. Hát nem is egy kell hozzá, mi? De egy kell hozzá. Okidoki. Ez is 3 perc. Fú. Még mindig sok. Gyorsabb, mint a másik megoldás, de még mindig sok. Egyébként szerintem simán lehetne zöldségből, vagy valami másféle komposztnak való cuccból csinálni fertilizert, gondolom én. Annyira nem értek hozzá, de logikusabbnak tűnik, mint semmi ilyesmikkel molyolni. Na mindegy. Fegyver. Oké. Fogjuk kis liberkit. Hoppá, ez pont nem az. Őt akartam megszerelni, aztán összepattintani. Hoppá, ez 600-as, oké. Ezzel is. Nice! Mi kell ez? Forged steel, az nincs. Az most nincs raktáron. Elhasználtam mindent. De nem is kell. Ezekkel bőven meg fogom tudni javítani, hogyha lesérül. Úgyhogy organizálódunk, mint látjátok. Kezd teljesen bázis feeling jelenni ennek az egésznek itt. Úgyhogy mondhatni, hogy most már véglegesítettük a bázisunkat. És hát ugye következő nap, az már horda nap. Addigra meg föl fogjuk tekerni majd a zombi spawn szépen. És meglátjuk, hogy bírja ez a kecó. Egyelőre még kipótoljuk ott szépen a hiányos falakat. Na és mit olvasszunk még? A brush. Tudom, már van egy csomó.
nagyszerű. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fogja bírni. Igazából nem hiszem, hogy nehezebb lesz bevédeni, mint a másikat. Talán az, hogy nincsen annyi tüske, ugye nem írtják ki saját magukat tulajdonképpen a zombit, tehát nekem kell majd odafönt táncolni. Apropó, odafönt még egy följáratot is létre kell hoznom, még mielőtt droppol a horda. Úgyhogy, ja, lesz még meló, bőven. Bőven lesz még meló. Egy csomó Battle Murky volt. És még maradt 500 nitrátunk. Nagyon jó. Ahó, mégse. Azt hiszem készítek belőle egy kis gunpowdert még. Ah, másra nem kell, úgyhogy biztosan elsütöm gunpowderre. Azt mondja, hogy kell 6 perc. Ez sok. Na, az úgy jó lesz. És ismét elpörköltük az összes nitrátunkat. Hát igen, ezt mondtam, hogy abból tetemesebb mennyiségkel. Na, már be volt készítve a mocimhoz a következő szerelő tud. Ugye kéne hozzá kormány, meg ha minden igaz, ülés. Üléshez meg még is kellett egy rúgó, meg ez, az is kellett. Electrical parts, azt hiszem komponent is. Lássuk csak. Azt mondja, handle. Ez kell nekünk. Uff. És kell egy seat. Uff. Nagyon jó. Kerek 500-asokat tudok már belőle gyártani. Igen, erre hajtottam egyébként, hogy lilára menjen, aztán onnantól kezdve már nem igazán izgatott a dolog. Mert ugye lilákkal, ha most két 500-as ugyanilyen széket, vagy ugyanilyen handlebart egymáshoz csapnék, akkor az körülbelül 535-re ugrana föl. Azért tudom, mert ugyanezt csináltam a chassis-szel, és 500-as chassis-ből indultam, és háromat tettem össze, három 500-as chassis-t, és 600-as lett belőle, úgyhogy nagyjából 32-3. Pontot ad hozzá egy 500-as egy másik 500-ashoz. Akkor maradjunk egy kicsit a mateknál úgy nagyjából. Ezeket pedig össze. És akkor újra fullos a történet. Hát 20-at ad hozzá egy 595-ös, vagy egy 495-ös kék. Egy 500-as lilához olyan 20 pontot. Úgyhogy ja, nagyjából jól is számoltam fejbe. Hú, de hülyén néz ki szerencsétlen. Így hiányosan. Ennyi, tökéletes. A többi az... Ez még megállja a helyét, úgyhogy csak ezt akartam, hogy fullos lila legyen újra a motor. De amilyen ütemből képes vagyok elhasználni, ugye evil kin evil, szinten nem sokáig fog ezt tartani, de hát mint láthatjátok van elég alapanyag, úgyhogy nem fogunk belerokkanni a moci alkatrész gyártásba. Olyan még itt nekünk hátra. Hát nem sok. Nem sok minden. Rendet raktam. Készül a kutyi. Készül a gunpowder. Remek. Szóval 10x10-es kertet akarok. A 100 darab fertilizer. Ó, jaj, mamám. Ez megint egy szép baleset lesz. Húha. Na jó. Mindig foglalkozunk a följárattal, erre még szerintem van időm. Hú, de sötét lett hirtelen. Ugye ezt még itt majd meg kell szerelni mindenféleképpen. Oh my god! What? Majdnem lekaptak róla 10 000-et. Oh, okay, forged iron, please. Jesus! Azt betyár mindenit. Ez kemény. Ez nagyon kemény. És ez csak egy roaming hold volt. Biztos, hogy én itt akarom tölteni. Lehet megfogadom a tanácsadat random, és nem fogom itt tölteni a hordanapot. Rohadt erősek a zombik. És ha nem tudom őket időbe kikapni, akkor ezek itt szétkapnak mindent. Mondjuk nekem nem fog bajom esni, az biztos. Tehát, ha fönn vagyok ott a várfal tetején, hát ugye on foot is kibírtam a hordát, úgyhogy a várfal tetején egészen biztosan túlélném.
és mivel tudom őket körbe-körbe vonszolni, ezért valószínűleg nem esnek komolyabb bajom. De tényleg attól félek, hogy keresztül megy a zsaru, és tojik majd rám, és akkor neki kezdi bontani az épületet. Nem tudom, hogy ez jó ötlete, de most már csak azért is itt fogom kihúzni a hordát. Nem azért, hogy neked ellent mondjak, haver, hanem azért, hogy tudjam, hogy mit bír ez az épület. És ugye fölhúzott zombi spawnnal, hát meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz a balhé. Kéne nekem innen némi alapanyag. Jó, fuck this. Concrete mix, please. Majd most így. Hogy kutyulódjon már ki egy kevéske. Hopp, nálam van a for... Hol tettem a Forged Iron most komolyan? Kivettem, nem? What the fuck? Nem. Megnézzük, hogy mennyivel tudjuk feljavítani az életszínvonalát ennek a szerencsétlen ajtónak. Még jó, hogy ilyen sok életterej van, de... Azt még sajnálom, hogy nem lehet rá valami acélveretet tenni, vagy valami ehhez hasonlót. What the fuck? Ez itt meg mi ez? Jézus, érdekes dolgok történnek itt velünk. Hát elég fura lesz. A biztos, hogy nem lesz unalmas a következő napi horda. Ez már egészen biztos. Meglátjuk majd, hogy hogy alakul. Hát lehet, hogy kicsit túlmerész vagyok. Vagy kicsit túlságosan is felelőtlen. De hát na, 100. nap már lassan, 100 videón túl vagyunk. És még nem haltunk meg. Úgyhogy... ki tudja, talán még esélyem is lesz rá, hogy túléljem a holnapi napot. És ha minden kötél szakad, még mindig van helyem és időm visszafutni a dojóba. Vagy onfut kibírni a hordát. Attól függ, hogy melyiket akarom. Melyiket látom majd érdemesnek. Az biztos, hogy az alkát magamhoz veszem. Hogyha már tényleg balhé van, akkor tudjak lőni rendesen. Ezt még mielőtt elfelejtkezek róla. Hát igen, megrákcsálták a falat rendesen. És ugye be tudnak menni alá. Igazából ez itt az elsődleges probléma, hogy ezt a sort is tudják ütni, és ha ezt a négyet leütik, akkor bye-bye kapu. Lehet, hogy az ajtókeretet föl fogom fejleszteni. Sőt, tudjátok, mit meg is teszem még most. Ajtókeret és Reinforced Steel Upgrade, of course. Ki akarom most már mindenféleképpen próbálni. Ez az. Ennek a szerelés és karbantartása szerintem még nem jelent majd akkora problémát. Ráadásul jól is néz ki szerintem. És jelenleg úgy tűnik, hogy ez a leggyengébb spot az egész épületen. Ugye mert az ajtókra mennek, és hogyha az ajtókra mennek, akkor valószínűleg ez lesz majd az elsődleges célpontjuk. Ez a két ajtó. És hát nem dísznek vettük ugye a Reinforced Steel Upgrade-et, meg nem dísznek csináltam 1500 darab Forged Steel-t. Igaz, kicsit elüt a kaputól. Oké, kövök békülve a kinézetével. Egyelőre. Még a holnapi nap, vagyis hát a mai nap folyamán meg... What the fuck you? Neked nem volt időd sikoltani, ugye? Bitch. ...12000 HP. Csak elég. Kurvára remélem, hogy igen. Jeez. Komolyan. Kell csinálnom még Forge-ot. Valami Forge Iron-t. Mert szükségem lesz a kapu javításához. Forge Iron-ra. Mennyit csináljunk?
500. Legyen. Az a lényeg, hogy legyen. Egyelőre. Hát elhasználtunk majdnem 200 steelt, és egy 100 reinforced steel upgrade-et biztos. Hát de na, ezért van. Most már igazán nem kell vele spórolnunk. Áll a jó égnek, mert mindenre van keret. Ettől függetlenül nem szabad túlságosan elbizakodottnak lenni, mert... hát na, betörnek. Betörnek még így is. Ezt most már magamnál tartom. Betörnek még így is, és megkeserítik az ember életét. Ez is marad. Mondjuk ez is marad, mert most úgyis tenni-venni fogok itt. És akkor szerintem... szerintem csinálok catwalkot. Fémből kéne. Már most az elején. És akkor nem kell később felupgrade-elni. Viszont ennyi fért bele a mai epizódba, srácok. Remélem várjátok a hordaiját. Én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog alakulni az egész történet. Dobjatok egy lájkot, ha úgy érzitek, hogy megérdemlem. A következő epizódig pedig kitartást kívánok nektek. Sziasztok!